Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok. Nézzük, miről szól a mai Bonyhádi Napló. 5 utca útburkolata újul meg Bonyhádon. Zenés programokkal színesítette a nyarat a Bonyhádi Evangélikus Egyházközség. Angyalok jótékonykodtak Bonyhádon. Disznóvágással zárta az idei szezont a Majosi Ese. Pedagógus énekkar alakult Bonyhádon. Jelentős kormányzati támogatásnak köszönhetően több utca útburkolata megújulhat Bonyhádon. De nem csak a belvárosban korszerűsítik az utakat, az Óhegyen is folytatódik a korábban elkezdett szakaszok renoválása. Bonyhádváros önkormányzata a kormány jóvoltából több mint 216 millió forintot költhet útburkolatjavításra a városban. A visszanemtérítendő támogatásból összesen 5 utcát újítanak fel. A képviselőtestület már döntött arról, hogy mely utcák lesznek felújítva ebből a forrásból, hiszen felmértük már előzetesen, hogy melyik utcákban van leginkább szükség arra, hogy új burkolatot kapjon. Ezek a Jókai Mór utca, a Hoffer Károly utca, a Vasvári Pár utca, a Táncsics Mihály utca és a Nádasdy utca. A közbeszerzési eljárás 4 utcának tekintetében már zajlik, december 13-án lesz a bontása, akkor tudunk eredményt hirdetni. A tervezői dokumentáció az már készen van, illetve a műszaki ellenőrt is kiválasztotta a képviselőtestet, tehát gyakorlatilag minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy ezeket az utcákat felújítsuk. Egyedül az időjárás befolyásolja majd ezeknek a kezdetét, úgy tervezzük, hogy 2022 tavaszán, amikor az aszfaltüzemek beindulnak, akkor megkezdődhetnek ezek a munkák. A Jókai és a Hoffer Károly utcában kezdődik majd a felújítás, és szeptemberig szeretnék befejezni valamennyi útnak az útburkolatjavítását, tette hozzá Filóné Ferenc Ibolya polgármester. Közel 2 kilométerről beszélünk összesen az 5 utca tekintetében. Itt teljes útburkolatjavításról, szegélyezésről van szó. A Nádasdy utca az, amelyik egy kicsit komplexebb felújításra szorul, hiszen ott nem csak az útburkolatot fogjuk kijavítani, hanem a csapadékvizelvezetési problémákat is szeretném megoldani. Erről majd a későbbiekben a képviselőtestület dönt, hogy pontosan milyen műszaki tartalommal valósul meg a felújítás. De nem csak a belváros szépül meg Bonyhádon, az önkormányzat az idei évben pályázatot nyújtott be az Agrárminisztériumhoz a zárt kerti földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő fejlesztések támogatására. Ennek a pozitív eredményéről számolt be Kozma Anikó, a Bonyhádi Önkormányzat műszaki osztályának vezetője. Sikeres volt, 24.879.300 forintot nyertünk ezen a pályázaton, és ebből 3 önkormányzati földes utat szeretnénk felújítani. Az Óhegy felső utcát, ez egy 630 méter hosszú útszakaszt jelent, az Óhegy Kadarka utcát, ez 410 méter hosszúságú utca, és az Úrihegyen pedig a Buzavirág utcát, ami 300 méter hosszú utca, ez összesen egy 3350 négyzetméter felületet jelent. A műszaki tartalom ennek egy darált beton alaprétegen zúzott kőfedőréteg kerül kialakításra, kétoldali földpatka rendezéssel és a csapadékvizet pedig földfolyókával fogjuk elvezetni. És ezen kívül egy vadkerítést fogunk építeni. A 2018-as nyertes pályázatunkkor megvalósult egy őshonos szilvafás telepítés, 125 szilvafát telepítettünk. Ezt a területet fogjuk bekeríteni vadkerítéssel, ez körülbelül 350 méter hosszú kerítést jelent két kapuval, és ide 2 vadkamera kerül elhelyezésre. Egy 2014-ben elnyert pályázati összegből már az Óhegyen a Tanyasor és az Óhegy felső utcának egy 370, illetve egy 550 méteres szakaszát felújították, és most ennek a területnek az útburkolatjavítását folytatja tovább az önkormányzat az elnyert támogatási összegből. Zenei programsorozatokat valósított meg a Bonyhádi Evangélikus Egyházközség egy 2019-es pályázat támogatásának köszönhetően. A zenekörű épülő rendezvényeken több százan képviseltették magukat. A Bonyhád Hidas Kismányoki Evangélikus Egyházközség sikeres pályázatot nyújtott be 2019-ben az Élőváros programsorozatra, amin 2.800.000 forintot el is nyert, így ebből a támogatási összegből tudtak Bonyhád városában 5 helyszínen 6 közösségi és családi programot lebonyolítani. Ezt a programsorozatot különböző zenei irányzatokkal, mellé kapcsolódó programokkal álmodtuk meg, de hát mint sok mindent mást, ezt is a járványhelyzet felülírta. Az elmúlt évben 3 programot sikerült a tervezetből megvalósítani, idén pedig szintén 3 programot valósítottunk meg, amely tulajdonképpen 3 különböző helyszínen, ez jelenti a
Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolát, jelenti a templomunkat, a Bonyhádi Evangélikus Templomot, illetve Bonyhád városában a Kaszinó Kert rendezvényteret, annak a szabadtéri színpadával együtt. A programokban gyerekzenék, népzene, modern vers megzenésítéssel előadott zene, valamint reneszánsz zene, Schwab utca bál, és végül Grillus Dánielnek egyik művét hallhattuk. Tehát nagyon tényleg különböző programok jöttek elő, és az volt az örömünk, hogy tényleg egészen a legutóbbi alkalomig nagy számban érkeztek a résztvevők, hallgatók. Ezekhez a rendezvényekhez gyerekprogramok is társultak, illetve próbáltunk olyan vendéglátásszerűen megkínálni azokat, akik eljöttek ezekre a programokra, amelyben borkóstolót is, vagy éppen sörkülönlegességeket is megkóstolhattak a résztvevők. A rendezvényeket a zeneköré építették, azzal a céllal, hogy a zenés programok által minél több embert megszólítsanak. A kezdeményezés sikerre járt, hiszen volt olyan koncert, amin több mint 200 ember vett részt. Részben magam is nagyon szeretem a zenét, magam is zenélek. Másrészt a zene az mindig egy olyan nyelv, olyan közeg, ami megszólítja az embereket. És valóban ezt is tapasztaltuk, hogy a reneszánsz zenétől a gyerekzenéig tényleg az emberek szeretik ezeket a zenéket. Mindenképpen terveztük azt, hogy nem csak Bonyhád lakosságát, de főleg itt az északi részét a városnak valahogyan szólítsuk meg, mozdítsuk meg. A programsorozat létrejöttéhez jelentősen hozzájárult Bonyhád város önkormányzata, helyi vállalkozók és intézmények is, valamint önkéntesek is bekapcsolódtak a szervezési munkálatokba. Nagyszerű élmény volt, hogy kinyithattuk a gyülekezetünk ajtaját, és fogadhattunk olyanokat is, akik egyébként nem látogattak meg minket, és ezáltal közelebb vittük hozzá Isten igéjét ezeken az énekeken, zenéken keresztül. És reméljük, hogy olyan nyomokat hagyhat ez a lakosságban, ami később is hozzánk fogja vezetni őket, és segíthetünk a lelki életük, illetve mindennapjai gondjainak megoldásában. Változatos zenei élmények és gyerekprogramok is várták azokat, akik ellátogattak az Evangélikus Egyházközség által szervezett eseményekre, mondta György Ferenc, egyházközségi felügyelő. Minden alkalommal olyan művek szerepeltek, ami vallási eredetű, és ezeknek a feldolgozott, volt rockzenei feldolgozás, és volt régi zenei feldolgozás, volt táncos jellegű része a dolognak, tehát a vidámság is ott volt. Nyilván a gyerekek felé elsősorban a játékossággal közelítettük meg, játszóházakkal, akadálypályákkal és egyéb ilyen dolgokkal. A gyülekezetünk tagjai, fiataljai között se együttműködésével tudtuk ezt megvalósítani. Nagyon sok önkéntes segítette a munkánkat, és őket, nekik is nagyon hálásan köszönjük azt, hogy idejüket szánták erre a feladatra. A Bonyhádi Nyári Esték című projekt keretében a 2020. augusztus 1-től 2021. december 31-ig tartó időszakban különböző stílusú zenei együttesek koncertjeit, előadásait hallgathatták meg a bonyhádi és környékbeli célközönség, melyek köré kiegészítő programok is kapcsolódtak. A programok célja, hogy a közösségi kapcsolódások erősödjenek mind a városban, mind az evangélikus gyülekezetben. Hagyományteremtő szándéka a szervezett jótékonysági vásárt a Bonyhádi Angyalhívó Egyesület advent második hétvégéjén. A rendezvény célja az adománygyűjtés volt, a célcsoportja pedig a kistérségben élő rászoruló családok. Az eseményre ellátogatók többek között cipős dobozba rejtett karácsonyi ajándékokkal támogathatták a hátrányos helyzetben élőket. Jótékonysági vásárt szervezett a Bonyhádi Angyalhívó Egyesület advent második hétvégéjén. Azok, akik eljöttek a rendezvényre, már belépéskor adományozhattak cipős dobozba rejtett karácsonyi ajándékot. A vásár egyik célja az volt, hogy a kistérségben lakó rászoruló családoknak és gyerekeiknek szebbé tegyék a karácsonyt az adományok begyűjtésével, illetve hogy Bonyhádon minél szélesebb körben megismertessék magukat az adományozókkal és a rászoruló családokkal. Az egyesület jelenleg 14 taggal működik, van köztük tanár, ács és fotós is.
Az élet minél több területéről próbáltak bevonni tagokat, mert fontosnak tartják, hogy általuk sokkal színesebb és szerteágazóbb feladatokat tudnak ellátni. Mindenki minden feladatban részt vesz, tehát hogy az a fantasztikus az egészben, hogy függetlenül attól, hogy kinek milyen szakmája van, milyen végzettsége van, mi egy célért dolgozunk, egy hajóba evezünk, és mindenki tudja, hogy ha probléma van, akkor oda kell állni, ha adományt kell osztani, akkor félbehagyja otthon a tetőjét, és jön velünk adományt osztani. Nagyon nagy célunk most, hogy minél több angyalt szerezzünk magunk mellé, tehát hogy minél többen csatlakozzanak a munkánkhoz, mert annál nagyobb területet tudunk nyilván ellátni. Mi főképp a kistérségbe tevékenykedtünk ugye eddig, Kisvejke, Aparhan, Závod, ez a térség. 2009 óta olyan szoros kapcsolatunk van a településen élő rászoruló családokkal, hogy például lehet, hogy már este fogok kapni egy üzenetet, hogy nekünk téli cipőre van szükségünk, vagy nekünk bútorra van szükségünk, és így folyamatos a kapcsolattartás, ezért mindig ott tudunk lenni, amikor szükség van ránk. Ezer Ferenc Veronika elmondta, hogy amikor az Egyesület részéről felvetődött a jótékonysági vásárnak az ötlete, nem gondolták, hogy ilyen nagy sikere lesz. Számos helyi és környékbeli árus képviseltette magát portékájával, ezzel is támogatva a civil szervezet munkáját. Havasiné Fricsi Szilvia gyógynövényekkel és paradicsóval töltött kézműves termékeket hozott a vásárra. Van paradicsópárna, amiben levendula is van, és ez segíti az elalvást, meg tisztítja a légzést, de hogyha fáj valakinek a dereka és felmelegíti sütőben, akkor arra is nagyon jó. És akkor vannak olyan termékek, ami kicsiknek kifejezetten az alvást segíti, ebben háromféle gyógynövény van, kamilla, levendula és citromfű. Filóné Ferenci Bolya Bonyhád polgármester azt mondta, örül, hogy ekkora sikere lett a civil kezdeményezésnek. Egy jó célért mindig érdemes összefogni, segíteni másokon, szegényebb családokon, gyerekekkel, rászorultakon, az egy kiváló és nemes cél, és ilyenkor az advent időszakban, karácsony közeletével leginkább megfoghatók vagy megnyithatók az emberek szíve, hogy másokon is segítsen. Látszik, hogy a kezdeményezés eltalált a szívekhez, hiszen sokan vagyunk. Bízom abban, hogy ez a kezdeményezés a jövőben is megerősödik és tovább fog tartani, akár a városi adventtel összekapcsolódva, hogy erősítsük egymás programjait, hiszen bár most a térségben gondolkodtak az Egyesület tagjai, hiszen nem csak a bonyhádiak, sőt elsősorban most a Bonyhád környéki településekért fogtak össze, de a jövőben bízom abban, hogy a Völcsék valamennyi településen tudunk egy-egy ilyen akcióval segíteni. Az önkormányzat ebben mindig partner lesz, és várjuk őket szeretettel továbbra is. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt a rendezvényen, aki elmondta, jó látni, hogy ilyen sokan összefogtak egy jó cél érdekében. Teljesen civil kezdeményezésnek lehetünk tanulni itt Bonyhádon. Az az egyesület, amelyik eddig a tanodát is működtet, és hátrányos helyzetű gyerekeknek a napi felkészülését, korrepetálását vállalta kormány segítséggel. Ők szervezték meg a mai délutánt, illetve ezt az adventi eseményt, ami jótékonysággal kapcsolódik össze. Az Angyalhívó Egyesületről van szó. Gyakorlatilag 5 települést tudnak támogatni a mai akciójukkal. Gyakorlatilag aki itt van, ők mind jótékonykodnak, és reméljük azt, hogy ezzel is sok gyereknek, sok családnak a karácsonyát szebbé tudjuk tenni. 5 kistérségi település hátrányos helyzetű gyerekeit és családjaikat támogatják majd a befolyt adományokból. Így részesülnek majd ajándékba Závod, Kisvejke, Mucsfa, Aparhant és Nagyvejke lakói. A színpadon gyerekműsorra szórakoztatták a kicsiket, és kakaóbár is várta azokat, akik egy forró édességre vágytak. Az estét pedig egy jótékonysági koncerttel zárták. A rendezvényen elsősorban az adakozni vágyos személyek és családjaik voltak jelen. Megalakult a Városi Pedagógus Énekkar Bonyhádon. A csoport minden héten szerdán próbál a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. A tervek szerint már fellépnek a karácsonyi koncerten a katolikus templomban, illetve a völgységi advent utolsó szombatján is. Mennyi pompa, mennyi szín ma! Másfél év csend és elzártság után néhány bonyhádi tanár úgy érezte, hogy szeretnének ismét közösségekhez tartozni, kimozdulni a 4 fal közül. Ennek okán alakult meg a Városi Pedagógus Énekkar. Akik eddig jöttek, ők
bonyhádiak, de szeretettel várunk Bonyhád közeli lakosokat, óvónéniket, tanítónéniket, sőt tanítóbácsikat vagy tanárbácsikat is, hogyha van valakinek kedve énekelni. Szerda esténként jövünk össze, és bár nagyon kevesen vagyunk, mert közben nálunk is volt megbetegedés, meg van, aki fél is attól, hogy esetleg megbetegszik, ezért elég kevesen vagyunk, de elhatároztuk, hogy feladat az kell azért, hogy kitartsunk, és ezért elvállaltuk, hogy a városi karácsonyi hangversenyen valami kis műsorral föl kiállunk, hogy megmutassuk, hogy létezünk. Természetesen aktuális karácsonyi dalokkal, Pintér József két karácsonyi kis énekével, és egy egyházi ének a Jászóban a Szalmán feldolgozásával. A kórusnak azt mondtam, hogy lehet, hogy lesz 50 éves jubileumuk, de nem biztos, hogy én fogok vezényelni. Talán az lett volna szerencsés, vagy az lenne szerencsés, hogyha valaki fiatal kollega kezd el egy új együttest létrehozni és alakítani, de nem így alakult. Abban reménykedem, hogy talán majd átadhatom valakinek, ha már én esetleg nem bírom. Természetesen elsősorban azt szeretnénk, hogyha a magunk örömére és azok örömére, akik hallják, énekelhetünk, és természetesen, ha van valami szakmai megmérettetés is benne, az azért felpesdíti egy kicsit az embert, és ilyesmiben is gondolkodunk. Korábban is vezettem már itt felnőtt vegyes kórust, csak akkor a férfiak elfogytak, és így megszűntünk, és most úgy gondoltuk, hogy mindenképpen érdemes újra próbálkozni, akkor is, ha esetleg csak női kar lesz, de azért tárgyalásokat folytatunk már esetleg vegyes karrá bővülés ügyében is. A kórus szívesen fogadja a fiatalabb jelentkezőket is. Hogy egy kicsit saját magunkat is frissítsük, a gimnáziumból már néhány tanítványomat áthívtam ide az esti próbákra is, és ők fölfrissítenek minket, mi pedig egy kicsit talán tanítjuk őket az életre is, nem csak énekelni. Disznóvágással egybekötött családi rendezvényt szervezett a Majosi Sportegyesület. Minden évben hagyomány, hogy a szezont közös főzéssel zárják, ahová az egyesület tagjait, családtagjait és szurkolóit is meghívják. Az idei év sikereit is megünnepelték, hiszen a klub az őszi bajnoki szezont az első helyen zárta a megye bajnokságában. Pecsenyes ütése, kolbásztöltése, jó hangulatban telt a Majosi Sportegyesület házatáján az évadzáró rendezvény. Délelőtt 10 órától tüsténkedtek a játékosok és a szurkolók, hogy ebéd kerüljön az asztalra. A közös főzés apropója az volt, hogy az idei évben az egyesület az őszi bajnoki szezont első helyen zárta a megye bajnokságon, és az elnökség úgy döntött, hogy a játékosok és a szurkolóik számára egy családi rendezvényt szerveznek, ahol egy közös disznóvágás keretein belül megünneplik a sikeres szezont. A játékosok hozzátartozóikkal együtt, valamint a törzsnézőink, törzsszurkolóink, családjukkal együtt egy disznóvágáson vesznek részt, amit a egyik szponzorunk ajánlott föl az egyesületnek, és ezt a disznóvágást reggel 10 óra körül kezdte közösen a csapat a nézőkkel, a vezetőséggel, aztán ez természetesen májsütés, aztán pecsenyesütés, aztán kolbás töltés, kolbás sütésbe folytatódik, közben szabad kötetlen beszélgetések, sütemények elfogyasztása, egy-két sör üdítő elfogyasztása mellett akár estig, vagy a késő estéig eltarthat. A rendezvény célja a csapat összetartás és a kikapcsolódás volt, hiszen nehéz idényen vannak túl a játékosok. Erről is beszélt Fábián Béla. Nagyon szeretném megköszönni a csapatunknak az őszi teljesítményét. Tudtuk, hogy nagyon nehéz bajnokság lesz, hiszen több magasan jegyzett csapat ellen kellett játszanunk, de biztosak voltunk benne, hogy a mi egyesületünk végzi a legpontosabb
legszervezettebb szakmai munkát, és ennek az eredménye a végére meg kell jöjjön. Ez úgy történt, ahogy számoltuk, tudtuk, hogy lesznek keresztbeverések, tudtuk, hogy oda tudunk érni, végig bíztunk a szakmai stábunkban és az a csapatunkban. Ezt a gyerekek a végére gyönyörű szépen be is gyűjtötték, szeretném megköszönni nekik, valamint a nézőinek, akik elkísértek bennünket végig a bajnokság folyamán. Kijelenthetem, hogy a mai esélynek a legtöbb nézője van ebben a bajnokságban. Ez köszönhető annak is, hogy a csapatunk egy családias közösséget próbál létrehozni. Például erre a disznóvágásra is szponzoraink, nézőink meg lettek invitálva, többen meg is jelentek, és nagy örömmel fogadták ezt a meghívásunkat. Nálunk ez hagyomány, több éve tartjuk ezt, hogy az Egyesületünk téli időszakban egy disznót vág a csapatnak. Aztán ezen kívül szoktunk még egyéb ilyen családi rendezvényeket is csinálni, amin szintén részt vesz a közönség. Például várható, hogy februárban, ha a Covid nem szól közben, sajnos ez sok mindent átír, egy egyesület és az egyesület vezetését támogató emberekkel egy kolbásztöltő versenyt szervezünk itt a pályán, a rendezvénysátorban. Ez két évvel ezelőtt nagy sikerrel megtörtént, tavaly sajnos a Covid keresztül húzta. Ezen kívül tavaszi időszakban tervezünk még egy ilyen közös családi kirándulást, ahol a családtagokkal együtt egy melegvizes fürdőbe eljutnak a srácaink. Természetesen nem csak a felnőtt csapatról beszélünk, hanem utánpótlás csapatainkról, hiszen minden korosztályban érintettek vagyunk a magyar bajnokságban, és úgy gondolom, hogy a kisgyerekek is megérdemlik azt a törődést. Például a mai napon is nem csak a felnőtt csapat van itt, hanem az U19, vagy az U16 csapat, és annak szüleit is látom itt éppen a hátunk mögött, hogy részt vesznek ezen a jamborin. A sportegyesület leginkább a majosi és a bonyhádi fiatalok számára nyújt lehetőséget, hogy a futballt hobbi szinten és versenyszerűen is űzhessék. Céljuk minél nagyobb és szélesebb társadalmi réteg bevonása a labdarúgás vérkeringésébe. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!